Sziasztok, üdvözöllek titeket ebben az új Varj Velem videóban. Ma megmutatom nektek, hogy hogy tudtok nagyon egyszerűen megvarni egy ilyen szép kis táskát, és a legklasszabb az egészben, hogy saját készítésű anyagból varrom ezt a táskát. Először is megmutatom nektek, hogy mi mindenre lesz szükségetek ennek a táskának a megvarrásához. Ezek tehát a szabóolló, gombostűk, szabóvonalzó, kelleni fog varrócérna az anyag színéhez illő színben, ezen kívül kelleni fog cipzár is, ennek a színe is szabadon választható. Nálam ez a cipzár most 16 cm-es, de nézzétek meg, hogy nektek mennyire hosszú cipzárra lesz szükségetek. És opcionálisan készíthetünk ferdepántból, vagy ajándékszalagból a táska oldalára egy szalagot, ha szeretnénk, és végül szükségünk lesz a saját készítésű anyagunkra, vagy valamilyen más, keményebb anyagra, bélésként pedig taft anyagot használok. Első lépésként még a saját készítésű anyagunknál ki kell mérnünk a megfelelő méreteket, mindig a legkeskenyebb részt kell alapul vennünk, mert ennél előfordulhat, hogy itt például a sarok nem teljes, vagy itt középen is hiányzik egy kevés anyag, tehát a legkeskenyebb résztől mérjük ki az anyagot. Ide teszem a szabóvonalzót, és így én itt körülbelül 18 cm-es szélességgel számolok, és körülbelül 25 cm-es hosszal. Ha ezt sikerült kimérnünk, akkor ezt a méretet kimérhetjük a bélés anyagon, vagyis a taft anyagon is, és utána kivághatjuk. Vagy akár azt is csinálhatjuk, hogy rátesszük a külső anyagunkat a bélésre, és durván körbevágjuk. Fontos viszont, hogy a taftanyagnál legyen némi ráhagyás, hogy később a bélés majd ne húzódjon nagyon össze. Mielőtt még rávarnánk a cipzárt a külső anyagra, rá kell varnunk először a bélésre. Ezt azért csináljuk, hogy mindkét oldalon szép legyen az éle, és szépen is legyen megvarva. Természetesen többféleképpen is be lehet ezt ide varni szépen, de szerintem az a legjobb változat, amit most mutatok, mert végül is itt lent nem fogjuk a két anyagot összevarni, hanem inkább egy anyagként tekintünk a kettőre, és később már nem lesz lehetőségünk átdolgozni ezt. Tehát legelőször is letesszük a cipzárt a bélés színére, itt az éleknél végigvarhatjuk közel a széléhez, és a legjobb, ha a láncöltéssel is végigmegyünk rajta, mert úgy sokkal szebb lesz, és utána majd belülről körülbelül így fog kinézni. Ha ezt megvartuk, akkor majd a másik anyagra is rávarjuk, de akkor már mind a két oldalra rá lesz varva. Mielőtt rávarnánk az anyag másik részét is a cipzára, először még ki kell mérnünk, hogy mekkora lesz a táska. Tehát ezt a hosszt ki kell mérnünk a másik anyagon is. Az első mérésnél ugyebár arra jutottunk, hogy körülbelül 25 cm lesz ennek az anyagnak a hossza, de hogyha beleszámoljuk a varrás ráhagyást is, akkor körülbelül 23 cm lesz a hossz. Ezt a hosszt tehát kimérhetjük a bélésen, viszont itt körülbelül 25 cm-t mérek ki, mert itt is lesz varrásráhagyás, illetve fontos, hogy egy kicsit több anyagot hagyjunk a bélésnél, mint a külső anyagnál, hogy szépen el tudjon oszlani. Eddig így néz ki a munkánk, ha sikerült rávarnunk a bélést a cipzára, lehúzom a cipzárt, és itt nagyon jól látszik, hogy itt van a külső oldal, ahol majd rátesszük a külső anyagot, belül pedig
szépen meg van varva. A következő lépésben tehát a külső anyagot is rávarjuk a cipzárra. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit behajtom az anyagot a fonákjára. Itt most felül van a színe, hiszen így passzol majd rá a cipzárra. Végig behajtom ezt az oldalt, addig a pontig, amelyik a legkeskenyebb része az anyagnak. Utána pedig gombos tűvel rögzíthetjük itt végig a cipzáron, és utána fel is marhatjuk az anyagot a cipzárra. Ha kész vagyunk az egyik oldallal, akkor ráhajthatjuk a külső anyagot a másik oldalra is, és ugyanígy járjunk el a másik oldalon is. Ha rá szeretnénk varni a cipzárt az anyagunkra, akkor segíthet, ha ilyen vastag anyagnál cipzárvarró talppal dolgozunk, így sokkal könnyebb lesz majd a varrás. Ha sikerült felvarnunk a cipzárt, akkor elkezdhetjük az oldalvarratokkal való lezárást, ehhez ki kell fordítanunk most ezt, utána pedig húzzuk be a cipzárt, így ezzel átellenben szépen félbe tudjuk hajtani az anyagokat. Ha ezzel megvagyunk, akkor itt oldalt vágjuk le az anyagok szélét, így majd varrásnál könnyebb lesz az egyenes élhez igazodnunk. Utána pedig be is varhatjuk ezt az oldalt, sőt, utána még cikcakköltéssel is rámehetünk itt is. Fontos, hogy elég helyet hagyjunk ki itt a cipzárnál, figyeljünk a cipzár végén található műanyagra, és amellett varjunk, és utána pedig a másik oldalon is ugyanígy járjunk el. Ha szeretnétek szalagot is tenni a táskára, akkor a legjobb, ha azt most varjuk fel. Én egy ilyen ferdepántot használok most erre a célra, félbehajtottam és végigmentem rajta a varrógéppel, de természetesen bármilyen más pántot is használhattok, így például ilyen ajándékszalagot. Ezt a szalagot ide kell betennünk az anyagba, tehát a külső anyagra, utána pedig varjuk ezt is bele az anyagok közé. Később, ha kifordítjuk, akkor ez majd kívül lesz oldalt. Először persze nézzük meg, hogy pontosan hova szeretnénk tenni ezt a pántot, illetve hogy milyen hosszú pántot szeretnénk. Ha ez megvan, akkor meg is varhatjuk. Itt. Ha megvartuk mind a két oldalt, akkor így kell kinézni a táskának a belülről. Egyszer simán végigvartam, utána pedig cikcakköltéssel is végigmentem rajta. Egész jól sikerült, varrás közben persze egy kicsit arrébb kell húznunk a cipzárkocsit, vagy egy kicsit feljebb kell emelni a varrótalpat, kinek hogy egyszerűbb. Így néz ki a táska, ha megvartuk minden oldalát, én elégedett vagyok az eredménnyel, ha egy kicsit laposabb táskát szeretnénk, akkor így is hagyhatjuk. Én belül még egy kicsit levágtam a sarkokat, itt mindjárt meg is mutatom, a varratig, így jobban ki lehet fordítani a táskát, ezt is nyugodtan csináljátok meg. Én viszont nem egy ilyen lapos táskát szeretnék, hanem azt szeretném, hogy meg tudjon állni magától a táska, így, úgyhogy még ezt is megmutatom nektek az utolsó lépésben. Nos, most visszafordítottam a táskát, hogy meg tudjuk varni itt az alját. Ehhez megfogjuk itt az egyik oldalsó varratot, és középen összehajtjuk így, hogy egy ilyen háromszöget kapjunk. Fontos, hogy pontosan középen legyen a varrat,
és most ki kell találnunk, hogy mennyire szélesen szeretnénk megvarni. Én azt javaslom, hogy először csak egy kicsit varjuk meg, mert többet mindig tudunk varni, tehát még szélesebbre egyszerűbb csinálni. Ezen kívül arra is figyelnünk kell, hogyha lent is van egy varratunk, hogy a lenti és az oldalsó varratok megfelelő helyen találkozzanak egymással. Nálam most ugyebár nem így van, mert én egy darab teljes anyagot használtam, ezért csak arra kell figyelnem, hogy megfelelő legyen a szélesség. Ezért most lemérem, hogy mekkora szélességet szeretnék ezen az oldalon, így ez körülbelül 4 cm, ezért a másik oldalon is ugyanekkora szélességet fogok levarni. Figyeljünk rá, hogy itt is pontosan középen legyen a varrat, és szép legyen itt az alja, tehát ne legyenek egymáshoz képest elcsúszva. Ha ezzel megvagyunk, akkor megvarhatjuk itt ezt a részt, és utána ezt a részt le is vághatjuk, és utána még cikcaköltéssel is menjünk át rajta, és utána már kész is leszünk. Itt láthatjátok még egyszer az elkészült táskát, én teljes mértékben elégedett vagyok a végeredménnyel. A saját készítésű anyagom feldolgozása nagyon jól sikerült. Mivel kicsit vastagabb az anyag, ezért megfelelő a tartása, nekem mindkét változat tetszik, tehát a lapos táska, illetve a megerősített aljú álló táska is. Kozmetikai táskaként is használható, vagy akár kisebb tokként is, ahogy nektek tetszik. Ha tetszett a videó, akkor kattintsatok a tetszik gombra és iratkozzatok fel a csatornára. Jó szórakozást kívánok nektek a varráshoz! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Sziasztok!